A holland titkosszolgálat és a terrorelhárítás volt főnökét, Dick Schoofot nézte ki kormányfőnek a választásokon győztes szélsőjobb Szabadságpárt elnöke Gert Wilders. Az elhúzódó koalíciós tárgyalásokon a jobbközép Szabaddemokrata Néppárt, a centrista Új Társadalmi Szerződés és a Farmerek és Polgárok Mozgalma feltételül szabta, hogy Wilders nem lehet miniszterelnök. Keddi közös sajtótájékoztatójukon a koalíciós tárgyalások vezetője úgy nyilatkozott, hogy terveik szerint június 26-áig mindenképpen megalakul az új holland kormány.